Szeretnék dolgozni elsősorban, mert egész nap itthon vagyok. Gyerekeket várom, viszem őket, meg jobb lenne, hogyha sikerülne a munka is. Mikor most kint szeretnék dolgozni. Van türelmem hozzá. Érdekel a szakma. Elsőnek kifestem, utána ráteszem a gyöngyöt, rányomom a gyöngyöt, hogy ne essen le, száradjon rajta meg. Utána kifestem a másik körmét is, és utána megint ráteszem a gyöngyöt, és akkor kész vagyunk. Teljesen ebben még nem vagyok profi, ezért szeretném ezt a szakmát, hogy normálisan meg tudjam tanulni. Hogyha sikerülne ezt a szakmát letennem, gyerekeknek biztos jövőt tudnák alapítani. Másabb lenne a körülményünk. Mariannék júniusban költöztek be ide. Marianna párja és a három gyerekük. Egy évig maradhatnak itt, szükség esetén ezt tudjuk fél évvel hosszabbítani. A Marian megkeresett engem azzal a kéréssel, hogy ő szeretne tanulni, mert úgy érzi, hogy nem elég neki az, hogy csak a háztartást vezeti. Szeretne tanulni, szeretne elhelyezkedni. Én úgy ismertem meg a Mariant, hogy nagyon ügyes a kéz ügyessége. Ki segítsége szerintem fog neki menni. Isten vele lesz. Biztosabb lenne életük, a gyerekek jövője is. Ez biztos, hogy sok önbizalmat adna neki. Marian nagyon kitartó. Tehát ő a fejébe vette ezt a pályázatot, meg hogy tanulni szeretne, és bár most is nagyon izgul, de végig fogja csinálni. Én ezért is pályáztam vele, mert tudtam, hogy ő az, aki nem fog visszalépni, és ezt végig fogja csinálni. Ha a páromnak megszűnne a munkája, és akkor még nekem még akkor meg lenne a munka végzésem. Önálló életre vágyunk. Mindenképp stabilabb lenne a helyzetük, hogyha két kereső lenne egy családban, emellett pedig könnyebben tudnának előtakarékoskodni, ami segíteni azt, hogy innen tovább lépjenek. Jó lenne, hogyha így összejönne rá a pénz. Nagyon szükség lenne rá.